Üvegbúrák a Tungsram nagykanizsai gyárában. A nagymúltú vállalat készíti a rekonstruált Szent István terem izzóit. A budavári palota déli összekötő szárnyában újjászülető különleges terem egyedi berendezését három aranyozott bronzcsillár és négy falikar világítja majd meg, összesen 92 izzólámpával. Két elvárást fogalmaztunk meg a Tungsram gyár felé a Szent István terem izzóival kapcsolatban. Az egyik az, hogy tökéletesen másolják le azt a formát, amit annak idején a teremben látott az uralkodó. Ez egy Wolfram szálas égő volt a századfordulón, ezt a formát kellett most is legyártani. A másik elvárásunk az volt, hogy legyen szabályozható a fényerő. A szoba berendezése a II. Világháborúban megsemmisült, így mintadarabok nem maradtak. Hogy hogyan néztek ki annak idején a bronzcsillárok izzói, arra csak a régi fotókból lehetett következtetni. A fényképén a méretét nagyjából azért be lehetett lőni, és megnéztem azt is, hogy az Elektrotechnikai Múzeumban van-e ilyen darab, de nem volt. Úgyhogy gyakorlatilag teljesen egyedileg kellett a fénykép alapján megtervezni minden részletében, úgyhogy ez működőképes is legyen a mai kor követelményeknek megfelelően. A gyárban egy megadott foglalatburkolathoz kellett igazítani az izzólámpa nyakát. A patinázott sárga részből készített foglalatot ugyanúgy recézett porcelángyűrű szegélyezi, mint eredetileg. A Wolfram fonalat viszont speciális ledekre cserélték. Ezek a LED csípek világítanak a lámpába, ezzel a mi lámpánk fényárama kétszeres a régi lámpához képest, tized annyi a fogyasztás, és körülbelül 50-szeres az élettartam. Vannak kéziműveletek, ezt nyilvánvalóan kézzel raktuk rá ezt a búracsúcsot. Többi azt a hagyományos lámpa gyártásnak a gépeit és elemeit használjuk. A búracsúcsok, amelyek a Szent István terem izzóinak jellegzetességei, Csordás Ferencné üvegműves műhelyében készültek el. Az égők homályos felületét homokfúvásos technikával oldották meg. Az egyik fő feladat pedig az volt, hogy a nagy fényerőt kis teljesítménnyel érjék el. Ehhez külön tervező munkára volt szükség. Egy 40 wattos hagyományos izzó fényét kellett elérni, hozzávetőlegesen 2,9 wattból. Ugye itt a melegedés az, ami nagyon fontos, egy kicsi lámpáról van szó, és emiatt héliumgáz veszi körül magát a világító testet. Ez vezeti el a hőt, és mindamellett, hogy ez ugye sokkal kisebb hő, mint hagyományos lámpák mellette, a ledeknek a hosszú élettartam azt követeli meg, hogy minél hűvösebben járjanak. A régi fényében tündöklő Szent István terem a Nemzeti Hausmann program keretében születik újjá. A különleges látványosság 2021. augusztus 20-án nyílik meg a nagy közönség előtt. Az első napokban ingyen lesz látogatható.